ünneplő Terézváros. Hagyományos adventi koncert a Teréz templomban. Megérkezett a Mikulás Terézvárosba is. Rendhagyó állampolgársági eskü. Köszönet a véradóknak. 95. születésnapján Uzsák Józsefet köszöntötték. Dalest volt a Rátkai Márton klubban. December 14, 2014 Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Bajer Iruna vagyok, köszöntöm Önöket. December 1-én fényárba öltözött Terézváros karácsonyfája, amelyet az ávilai Nagy Szent Teréz templom tövében állítottak fel. Az ünnepi fények felkapcsolását kísérő ünnepségen a kerület vezetői mellett jelen voltak a testvérvárosok képviselői is. Horváth László lenti polgármestere és Derzsi Gyula Kézdivásárhely alpolgármestere is részese volt a 6. kerület adventi eseményének. Nem kedvezett az időjárás a terézvárosi advent egyik legszebb eseményének. Hassai Zsófia polgármester és vendégei, Horváth László lenti polgármestere és Derzsi Gyula Kézdivásárhely alpolgármestere zuhogó esőben kapcsolták fel a fényeket december 1-én délután 5 órakor Terézváros karácsonyfáján. Nagyon szépen köszönjük, hogy Terézváros meghívására itt lehettünk a mai lámpagyújtáson, és igazán nagyon szép műsort láthattunk a Derkovicsos gyerekektől, melyhez őszintén gratulálok. Mi már tegnap lentiben meggyújtottuk az egyik városrészben, Bárszent Mihályfán, az első adventi gyertyát. Ott a ügyeskező hölgyek egy fűzből készítettek nagyon szép sátort, Betlehemet, amelyet szépen berendeztek, és itt volt egy ünnepi szentmise, mert később lentiben a Szent Mihály templomban követett az Arany János Általános Iskola és az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek egy kis műsora, és utána egy szentmise. És elterveztük, hogy mi is egy gyertyagyújtást, illetve egy fénygyújtást fogunk tartani hasonlóan ehhez az ötlethez. És lenti városában pénteken, 5-én jön a Mikulás, és akkor fogjuk felgyújtani a fényeket. És engedjék meg, hogy egy jobb időt kívánjak az adventre ennél, ami most jelenleg itt van, ez a nagyon szép, gyönyörű környezethez, és kívánjak valamennyi terézvárosinak áldott adventet és nagyon boldog, szeretetben töltött karácsonyt. Köszönjük a terézvárosi önkormányzatnak és polgármesteri hivatalának a kedves meghívást, és a kellemetlen idő ellenére igyekeztünk képviselni városunkot ezen az eseményen. Hát nem egy könnyű dolog eljutni, közel 750 km távolságban, de ahhoz, hogy tudjunk ápolni egy kapcsolatot és egy jó viszonyt, akkor ez szívesen megtettük. Terézvárosiaknak nagyon kellemes adventet kívánok, elsősorban ünnepre való készülődést, és egy nagyon kellemes és békés boldog karácsony kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy ez a 2014-es esztendő után az mindenkire rápír egy kellemes, nyugodt karácsony. Az ünnepség a terézvárosi két tannyelvű iskola tornatermében folytatódott, ahol Hassai Zsófia köszöntője után rövid beszédet mondott Horváth Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, Zoltán atya is. Az ávilai Nagy Szent Teréz templom plébános esperese emlékeztetett arra, hogy az adventi fénygyújtás a világ világosságára utal, arra, hogy ezekben a napokban a megváltás kezdődik. Beszélt arról is, hogy az első adventi gyertya nem egyetlen fénypont csupán, hanem már most a mindenre szétáradó, minden irányban osztódó fényt, a betlehemi csillagot juttathatja eszünkbe. Azt, hogy a szeretet az egyetlen dolog, amely szétosztván is soha nem lesz kevesebb, sokkal inkább több. A
Az ünnepséget a Derkovics Gyula általános iskola kórusának előadása zárta, meglepetés vendégként pedig feltűnt, még maga a Mikulás is. Szervusztok, drágák! Szervusztok, jó estét mindenkinek! Mennyi ismerős, csillogó szempárt látok itt. Emlékszem ám rátok, gyerek, koromokból. Szervusztok, drágáim! Látjátok, elhoztam a kittonyt. Mit gondoltok, van-e benne valami? Jaj, és szeretnétek belőle? Persze, mert hogy nektek hoztam. Mondták nekem a krampuszok, hogy itt nagyon sok jó gyerek van. Nagyon sok jó felnőtt. Kicsit megrezzent a szakállam. Hogy készültetek erre a műsorra? Hát, először ezt a hét a Zsuzsa nénitől hallottuk, hogy elvállalt ezt az ünnepét, hogy felkapcsoljuk az Andrássy úton lévő fényt, hogy színesebb legyen a karácsonyi hangulat decemberben. Hát sokat készültünk erre, sok próba volt, és Zsuzsa néni nagyon jól megtanította nekünk ezeket a dalokat. És hogy készültök a suliban a Mikulásvárásra, illetve a karácsonyra? Hát rajzból ma azt kaptuk, hogy kellett csinálni ilyen karácsonyi nap, ilyen üdvözlőlapot. Mindenki különféle csinált, valaki fenyőfákat, karácsonyfát gyerekekkel, és sokféle variáció van. Megkészítettünk be természetesen adventi naptár, adventi koszorúkat is, már kettő van az osztályban. Hát karácsony környéken mindig szokott lenni egy műsor az iskolában, és oda is mindig az énekkar is segít, meg egy osztály szokott olyankor fellépni. Összhang címmel immár negyedik alkalommal rendezett adománygyűjtő koncertet a Terézénó. Zoltán atya és a Szociális Foglalkoztató Intézmény vezetője Matyasovszki Zsófia üdvözlő szavai után többek között Handel, Puccini, Gluck, Orff, Cohen és Vangelis szerzemények csendültek fel. A hangversenynek az Avilai Szent Teréz templom adott otthont. Játékokkal tömött hatalmas zsákokkal érkezett meg a Mikulás Terézváros óvodáiba és általános iskoláiba. Stábunk három helyszínen örökítette meg az örömteli kedves perceket. A játékvár óvodába délelőtt érkezett a Mikulás, akit versekkel és dalokkal köszöntöttek a kicsinyek. Délután pedig az udvaron adventet köszöntötték betlehemes játékkal. A gyerekek nagy örömére a vásár után állatcsimogatás zárta a napot. A délutáni programok vendége Bundula Csaba és Pap László alpolgármesterek voltak. A Mikulás az ország összes óvodájában ilyenkor nagy ünnep, visszatérő ünnep, és hosszú-hosszú idő óta az adventi készülődés is. Így van ez nálunk is a játékvár óvodában. Ma már nagyon sok mindenen túl vagyunk. Reggel érkezett a Mikulás hozzánk. A kisgyerekek kipucolták a cipőiket, és várták benne az ajándékokat. A Mikulás egy báb előadást hozott délelőtt, most pedig az adventi készülődés az, amire itt az udvaron várunk. Betlehemes játékot adnak elő a kisgyerekek. Élő betlehem lesz, állatsimogatással együtt. Teával, zsíros kenyérrel és forralborral várjuk a kedves vendégeket. Ezen kívül pedig karácsonyi portékákat fogunk árulni. És jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
óvodánk, a Mesevilág óvoda, már egy hete készül a Mikulás ünnepségünkre. A gyerekek rajzoltak a Mikulásnak, volt, aki már levelet is tudott írni. Nagyon sok verssel énekel, várják a Mikulást. Az óvodapedagógusok, dajtannénieink, illetve a titkárnőnk is egy mese előadással lepik meg a gyerekeket, melynek az a címe, hogy Ki segít a Mikulásnak. Sák, teli sák, piros salma aranyák. Kampos botja, én bolyog, puttonyába mit hozott? Mindenféle földi jót, dordi diót magyarul. Lassan lépked mély a hó, siess jobban télapon. Elmeséled nekem, hogy hogy készültél a Mikulás várásra? Úgy készültem el, hogy nagyon szép ruhába fogok költözni, és nagyon meg fogom lepni a Mikulást úgy, amilyen szép vagyok. És rajzoltál-e valamit a Mikulásnak? Hát rajzoltam otthon néhányat. És mit rajzoltál? Hát amit néhány valamit csináltam is az óvodába, ajándékokat nekik. Óvoda kicsinyeinek az óvoda pedagógusok tartottak báb előadást, amely nagy tetszést aratott. Hozzájuk ezután érkezett meg a télapó. A Derkovics Gyula általános iskolában az alsó tagozatos kisdiákoknak az osztályokban osztotta ki ajándékaikat a Mikulás. A felsősöknek iskola gyűlésen értékelte az igazgató az eddigi tanév eredményeit, és ismertette a következő fél év programjait. Nekik az iskola gyűlést követően az aulába érkezett a Mikulás. Egy iskola gyűlés lesz most itt a Derkovics Gyula általános iskolában. Időközönként tartunk egy közös ilyen fórumot a gyerekekkel, ahol igazából az eddigi versenyeredményeket megbeszéljük, különféle versenyekre hívjuk föl őket a következő időpontokra. Programokat egyeztetünk velük, most például a szelektív hulladékgyűjtésre is kérni fogom őket, hogy egy kicsit jobban figyeljünk oda, és természetesen ma a Mikulással kapcsolatos kis rendezvényt is ehhez az iskola gyűléshez kapcsoljuk, mert mindenkinek, minden tanulónknak, minden diákunknak tudtunk venni egy apró kis, vagy tudunk juttatni egy apró kis egészséges ajándékot, krémtúrót, meg túrórudit fognak kapni a gyerekek, és természetesen a Mikulás azért borscsemegét is, a kis zsákok össze vannak már itt a hátam mögött készítve, és hát nagy hangulattal várjuk majd a Mikulást is. Körülbelül az iskolában 2-3 alkalommal egy tanévben akkor szokott lenni ilyen iskola gyűlés, a diák önkormányzat előkészíti a programokat, ilyenkor meg nagy közösségben megbeszéljük, hogy a teendők végül is, hogy alakultak az elmúltban, és terveztük a következő néhány hetet, hónapot ezen alkalmakkor. Ennyi gyereknek, ennek a zsáknak a tartalma most kevés lesz. Lehet, hogy azért, mert itt nagyon kevés a jó gyerek. Itt vagyunk a Derkovics suliban, és megjött a Mikulás. Mit szóltok ti ehhez? Hát én személy szerint nagyon örülök neki, már nagyon vártam egész évben, és örülök az ajándékoknak, meg az édességnek természetesen. Hát én minden ma este, és
kirakom a csizmámat, meg minden évben, hogy kapjak valamit bele, és nagyon örülök a Mikulásnak. Én is már nagyon vártam a Mikulást, és tényleg én is kiszoktam tenni a csizmát, kitisztítom, és szépen jól kihúzom, hogy sok édesség férjen bele. És azt elmondtátok, hogy kiteszitek a csizmátokat, de mit kell ilyenkor avval csinálni? Hát ki kell tisztítani, és ki kell fényezni, hogy hát, hogy sok minden beleférjen. És akkor te hová teszed ezeket? Én vagy az ajtó elé, vagy az ablakba. És ugyanúgy kisújítkolom, hogy a Mikulás négy azt, hogy rossz kisúj voltam. És te? Tisztára kell mosni, és még süteményt is lehet mellé rakni, mézes kalácsot, mert akkor még jobban örül neki. Sok ajándékot kívánunk, és legyetek jók! Daniel Ezra Schoenfeld Stroyman magyar nagyszüleire és felmenőire hivatkozva adta be állampolgársági kérelmét. A kedvező elbírálás után azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy december 1-én tehesse le az esküt. E dátum azért nagy jelentőségű a fiatalember számára, mert nagypapája 100 évvel ezelőtt ezen a napon hagyta el családjával Magyarországot. Hassai Zsófia polgármestert meghatotta a kérés, ezért hivatalában fogadta Danielt, aki ott tehette le állampolgársági esküjét. A Magyar Vöröskereszt 1987-es határozata alapján november 27-e a véradók napja, amely lehetőséget ad a véradók társadalmi megbecsülésének kifejezésére. Ebből az alkalomból a rendszeres véradóknak ünnepséget szerveztek a Vöröskereszt budapesti, valamint 6. 7. kerületi vezetői december 1-én az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben, ahol ajándékkal és műsorral köszönték meg az önzetlen véradók segítségét. Nemrégiben töltötte be 95. születésnapját Uzsák József, akinek a jeles nap alkalmából Szili Kovács Tibor képviselő adta át az önkormányzat ajándékát. Józsi bácsi a Pest megyei Mogyoródon született, de már csaknem 50 éve Terézvárosban él. Tevékeny, aktív élet áll mögötte. Cipészként kezdett el dolgozni, majd 1940. decemberében katonának állt. 4 évig orosz hadifogságban volt. Miután hazatért, a Ganznál helyezkedett el, később valamennyi jelentős magyar egyetem könyvtárát ő építette meg. Mint mondta, munkája során mindig nagy szabadságot kapott, mert megbíztak benne, és életében a legfontosabbnak azt tartotta, hogy igazat mondjon. Isten éltesse Józsi bácsit! Zenés ünnepi ajándékműsort rendeztek a Terézvárosban működő Rátkai Márton klubban Mikulás estéjén. A nosztalgikus programban főként kuplék és örökzöld slágerek csendültek fel Bodrogi Zsuzsa és Lavács László előadásában. Kedves nézőink, Önök Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írhatnak nekünk, vagy hívhatnak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!